bántott az a szegény csak videós most hétfőn kezdődik ugye a suli, majd szünetben megtalálják. Most fog csattanni az, amiket a nyáron művelt, a gonosz. Most kezdődik az iskola. Igen. Majd a szünetben megvernek engem, több mint valószínű. Jaj, ne! Fú, Jaj, ne! Úristen, megvernek az iskolában az eneba.com egy új játékokkal foglalkozó piac tér, és több mint 20 ezer termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Na ne! Ezek nagyon jó árak! Legyen az új, vagy régi. És kiváló Trustpilot értékeléssel rendelkeznek. Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, is megbízhatóak. 0 es chat support! Bármikor beszélgethetsz velük és segítenek neked? Hé, hey, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Prr, prr, haló, nem jó a kulcsom! Ó, itt egy új, neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón szóval ajánlom nektek a leírásban található linkeken, elérjétek az oldalt. 215 18 éven aluli vagy, akkor légy szíves, még most pörgesd el ezt a részét a videónak. Ez akinek biztos nagyon sok olyan nézője van, aki 18 éven felüli. A mai videóban egy oldalt fogok bemutatni, ahol sport fogadni tudtok és játékokkal tudtok játszani. A ZEK kóddal 150% deposit bónuszt, valamint 105... Oh no bro, az ilyen Fortnite játékosok ne fogadják már szerintem az ilyen szponzorokat. Mármint, hogy nem tudom, szerintem nem ott kellett volna elkezdeni akkor, hogy gyerekeknek csináljuk a tartalmat, és ez, ez egy nagyon tré ez nagyon tré. Hát ha azt keresi meg egyedül, persze, hogy azt keresi meg egyedül, hogyha csak azokat fogadja el. Onnantól ez vagy egyet elfogadsz, az összes többi meg fog keresni. Végtelen körforgás. Tudod, hogy engem mennyi keres meg hetente, Konkrétan folyamatosan megkeresnek a gambling oldalak, és mindegyiket el kell utasítanom, mert undorító. A csígós gambling oldalakról meg ne is beszéljünk, azok még rosszabbak. Szánni is csinálta, ne idegesíts. Ő neki tud, nincsen gamblinges szponzorja. Hát ő konkrétan gyerekeknek csinál videóit. A Sunzone az egy másik ember, bro. Ez egy full másik ember. Ségós videójában van. Ja, amúgy, láttam egy ilyet. Kívtam az összes videóst 1v1-re. És ott van rajta az Ice meg a Chris Advice az indexképen. Tudjátok, hogy ki kik nem fog játszani? A videóban? Az Ice és a Chris Azt a kettő ember sikerült odalakni az indexképre, aki... Jó, akkor KDS ugyanaz a kettő ember, jó? Miért csinál ilyet valaki? Rárak olyan embereket az indexképre, akiknek közük nincs a videóhoz. Annyi van a videóban, hogy rájuk írt. Az Endrettával való 1 v videóm óta a csúcsomon vagyok. És mi lenne a legjobb módja annak, hogy leteszteljük az újonnan megszerzett tudásomat, mint hogy kihívjam a content creator társaimat. 11 darab kiszemeltem van az általatok legismertebb Fortnite videósok. Nézzük meg, hogy ki fogja elfogadni a kihívásomat. Bepróbálkozok a magyar Fortnite történelmének leghíresebb és legnagyobb legendájú személyénél is természetesen. Nem fűzök hozzá semmi reményt, <laughs> mi az esély arra, hogy majd nekem fog válaszolni. Viszont azért, hát hogyha, igazából megvan nekem Discordon barátnak. Szóval, ráírtam. Szia Krisz, remélem mindenki ráj veled. Sokaknak sokat beszélt vele eddig amúgy, nem? Nézzétek. Szóval, ráírtam. Szia. Nézzétek, ilyen sokat beszélt vele a Chris Advice. egyszer írt neki, és az, azóta csak írkál neki, hogy hát ha visszaír a nagy Chris Advice. és sajnos nem. Feels bad man sok meglepetés ért ma minket, az biztos. A legnagyobb viszont az lenne, hogyha Chris Advice visszaírna. Egy hete volt rá, és hát lássuk, hogy sikerült e Nem, sajnos nem, gyerekek. Na, meg. A legnagyobb tisztelettel írok. Remélem minden nagyon jól alakul az életed terén. Biztos nem kell neked magyarázni, hogy mennyire hiányzol mindenkinek, mióta úgy döntöttél, hogy elhagyod a reflektorfényt. Ez teljesen érthető a mentális egészség a legfontosabb. Szóval, ha emiatt alakult úgy, hogy visszavonultál, nagyon jól tetted. Viszont láttalak mostanság kapozni. Szóval szeretnélek kívni egy visszatérős 1 v re Benne vagy? Nagyon várjuk a válaszod. Bízunk benned. Látta mostanában kapozni. Vágod? Az Epic games en beírod a névnek azt, hogy Chris Advice, és írsz mögé három láthatatlan karaktert. Gratulálok, Chris Advice a neved. Bárki játszhatott az ő nevén. Visszajött a papító. Ragyogó szép napot mindenkinek! A mai nap az inventorinkat fogjuk fejleszteni, és ezt nem máshogy fogjuk megcsinálni, mint hogy a kídroppon fogunk nyitogatni, akivel... A keydroppon! A gambling oldalon, ahol még back to school event is volt, mivel ugye az iskolások, azok egyértelmű, hogy plusz 18-as emberek, és felnőttek. A keydrop az összes cségó gambling oldal közül a legundorítóbb. Soha senki ne játszon ezeken a szaroldalakon. Komolyan mondom, nyissatok inkább Cségóba kettő ládát, látni fogjátok, hogy nem jött be, és kész. Ezt figyeljétek. Yo, what is on, guys? On If you a... Ott vannak a, a, CT meg a terrorista, ott nyomják. Back to school event egy gambling oldalon. Gyerekeknek hirdetik meg, és te ezt elfogadod, mint szponzoráció. Hát konkrétan az egész marketingük arra épül, hogy gyerekeket vigyenek bele a szerencsejátékba emberek élete károsodhat meg ettől. És ezt egy Fortnite videós csinálja, akinek egyértelmű, hogy 5 éves nézői vannak. És az igazi Chris Advice hol van? Ez mi en a pálya? Szia, jöhetnék egy végy, nagyon örülnék neki. Blocks fox, kalandok, ez a neve az embernek. Chris Advice 1, 2, 3, nagyon jó videó lett. Kisgyerekek néznek, bro, és értem, hogy csinált egy Counter-Strike csatornát, és akkor az biztos plusz 18 emberek fogják nézni, de nem! Kurvára nem! Szigorúan felelősséggel és 18 életével minimum. Ingyen 50 cent és 10% feltöltési bónusz. Na igen, az 50 centből tudsz ládát, és akkor onnantól kezdve hukolva is vagy benne is vagy a játékba. És miért nem korhatáros a videó amúgy, hogyha mondjuk plusz 18-as amúgy? Tényleg, miért nem korhatáros a videó? Hogyha a keydropnak a szerződésében mondjuk benne van az, hogy nem rakhatott korhatárosra a videót, akkor nem gondolkodtál mondjuk azon, hogy lehetséges, hogy gyerekeket célozzák meg ezekkel a videókkal, és pont azért keresnek meg téged, mert tudják, hogy gyerekek néznek, és őket a legkönnyebb behúzni ebbe az egész dologba? Erre még nem gondoltál? Én nagyon durván elgondolkodnék a szánnak a helyébe amúgy. És ez augusztusban volt, itt volt pont, a, itt pont nem mutatta a Back to School eventet, pedig az nagyon komikus lenne, ha mutogatná, hogy nézzétek, srácok, hamarosan jön vissza az iskola, és most ennek örömére nyitni fogok egy kést, és ő csinálja a Fortnite történet videókat konkrétan, meg ilyenek. Azt mondom, hogy lehet, nem ő csinálja, mindegy. Hány videójában van még ilyen szponzor? Vagy ez egy ilyen egyszeri f***ság volt? Vagy mi? Ragyogó szép napot mindenkinek, a mai nap... Ki... Minden videó alatt ott van a kiidrop. Ha egy kis izgalomra vágysz és új szkinekre szeretnél szertenni, akkor próbáld ki a Kidropot. A megszokottabb stílusú ládanyítások is megtalálhatóak, de akár kihívhatsz másokat is, vagy akár használhatod a skin upgradert, hogyha szerencsés vagy, itt megduplázhatod a skined értékét. Az oldalt mindenképpen 18 Igen, éve, mindenképpen 18 betöltve és felelősséggel használd, a szántségkódot pedig 50 ingyen centért és 10% feltöltési bónuszért. Tudod, hogy mi a garancia arra, hogy plusz 18 éves emberek fogják ezt használni ezt az oldalt? semmi. Semmi garancia nincs erre. Mutatom. sun a kódjával bejövök. Ó, még magyar nyelv is van, hogyha esetleg a kisgyerekek nem tudnának angolul, akkor így is el tudják játszani pénzüket. Nagyon jó. Ö, ó, nézd csak! El kell fogadni, hogy 18 éves vagy, és ezt az egy pipát jelzed, és onnantól kezdve mehetsz is. Már nyomhatod is. Beléptem. Nézd. Ennyi. Kész. Beaktiváltam a bónuszt. Azt a kurva, és kaptam is 50 centet. Na! Jó, srácok, hát pörög jön! pörög jön. Ma, melyikből nyissuk a kést? Na, aha, várjál, ez 35, 32 cent. Állj, állj! Na, te show. Eladás ennyiért! Eladom, mert a kövi. Még bele. Ja, már nem is fér bele. Egy centet még pont fel kéne törtenem. Nagy kár, nagy kár, Ez szánalmas. És azért én szerintem ő a Fortnite-os videókkal bőven elég pénzt keres. Nem kell, nem hiszem, hogy rászoruló annyira, hogy muszáj lenne ezeket elfogadni. És tudom, hogy kurva sok pénzt ajánlanak. Tudom, hogy rengeteg pénzt ajánlanak. Csak képzeld el a nézőidet, képzeld el, hogy mennyi gyerek van nagyon jól tudod, olvasod a saját kommentjeidet, nagyon jól tudod, hogy mennyi helyes van, meg hogy mennyi értelmetlen komment jön. Ezek alapján te tényleg azt gondoltad, hogy ilyen nagyon jó ötlet lesz elfogadni egy ilyen gambling oldalnak a szponzorációját. Ez rosszabb, mint hogy egy kriptokaszinót tettél volna bele, mert ezek a cségó gambling oldalak így konkrétan marketplace-ként működhetnek szinte akármikor, akármelyik országban. Nincsen tiltva, nincsen szabályozva, annyi pénzt töltesz fel rá, amennyit akarsz, akár bankkártyával is feltölthetsz rá, nincsen szabályozva. A kriptokaszinó az legalább valamilyen szint szabályozva van, meg vannak rá törvények hozva. Nem tudod használni a bankkártyádat az egyik ilyen, egyik ilyen, oldalon sem, mert a magyar kormánynak kellett ezt letiltania ahhoz, hogy az emberek ne legyenek ennyire függők, mivel Magyarországon, Magyarország ez a függőségek hazája. Hát az emberek dohányoznak, isznak, minden szerencsejátékoznak folyamatosan. Szerinted a kocsmákban a szerencsejátékgépek azok miért nincsenek már jelen vajon? Na vajon miért nem? Azért talán, mert az alkoholista ember odament és az egész fizetését eljátszotta, meg szétverte a gépet talán ezért nem. És mi idióta youtuberek jövünk, és behozzuk ugyanezt a gyerekeknek az interneten. Hát mennyivel jobb, hogy most már otthon is lehet csinálni, és már a kocsmába se kell elmenni. A kocsmában legalább, hogyha gyerek vagy, akkor kibasztak. Tényleg, 12 éves gyerek is tudnak játszani ez a kurva oldalon. Tényleg, ennyit, nem is kell mondanom semmit, magáért beszél ez a kép. Ez, ez magáért beszél. Egy ilyen oldalnak a szponzorációját fogadod el. Engem is megkerestek fél millió forintot, vagy mennyit ajánlattak. Azért, hogy a videóimban benne legyen a szar linkjük. Meg egy 20 másodperces snippet. Ennyi legyen benne a videóimban, és akkor egy hónapra kapok fél millió forintot, hogy faszom tudja, mennyit ajánlottak. Rengeteg pénzt ajánlanak. Nem, nem egy videó, egy hónap egy hónapban minden videóban legyen benne, hogy használjátok a kódomat. De lehet, hogy többet ajánlottak, nem emlékszem rá. Lehet, hogy nem is jutottunk el odáig, hogy pénz. De tudom nagyon jól, hogy kurva sok pénzt ajánlanak. Na most itt keresgéltem az e mailjeimben hogy ne a levegőbe beszéljek, mert a streamben egy kicsit a levegőbe beszéltem. Viszont a kapcsolat kapcsolattartó az nem írt nekem összeget, viszont találtam egy másik gambling oldalt, meg még elég sok gambling oldal de ez pont volt. Itt Ezer dollárról volt szó, ami 400 zsebbe jön, és 600 az úgy, hogy el kell játszani az oldalukon, és akkor vagy többet, vagy kevesebbet ki tudsz venni belőle. Ezt kaptam egy hónapra, ez amúgy 360 ezer forintot jelent jelenlegi árfolyamon, csak azért, hogy játszál az oldalukon semmi. Ennyi, ennyit kell csinálnod influencerként, és hirdetned ezt a gyermek nézőidnek. Rengeteg pénzt ajánlanak, és csak ezért elfogadják az emberek, és bele se gondolnak abba, hogy ezt tényleg gyerekek is használhatják. Adjuk is a picsába, az ez undorító. Miért nem fogadtam el? Hát ezért bazd meg, nézd már rá! Arra épül nekik a marketing, hogy back to school, konkrétan... Hát melyik az a legtöbbet? A keydrop. A keydrop adja a legtöbb pénzt, de a többi oldal is rengeteg pénzt ad, és amúgy sokkal több ilyen gambling oldal van használatban, mint kriptokaszinó. Tehát ezek a keydrop, meg ezek az összes ilyen gambling oldal, csígos gambling oldal, ez mind nagyon sok pénzt ajánl, és kurva sokan játszanak rajta, amivel nincsen limitálva egyáltalán, nem kell beküldeni egy személyidet, meg ilyenek. Nem érdekli őket, hogy elmúlt el a -e 18, onnan ez vagy rámentél a gombra, hogy 18 éves vagy, onnantól kezdve te 18 éves vagy az ő szemükben, és kész. Ez így működhet. Így van a képítve törvények, ez jogilag működhet, de hogy miért, azt nem tudom. Hát nagyon csalódtam most szánban amúgy az a helyzet. Én azt hittem, hogy ő kicsit az ennél, ennél talán egy kicsit jobban tolja. Töltenek fel pénzt, hogy nem látják, hogy hány éves a kártya. Miért látnák azt, hogy hány évesé a kártya? Junior kártyával is lehet feltölteni pénzt. Bárkinek lehet már bankkártya, egy 5 évesnek is lehet bankkártya, szerintem a mai világban. Tényleg, Sun, miért nem raktad rá? Hogy tényleg, hogy ide van írva egy 18 életév minimum, akkor tegyük rá videóra is a YouTube-nak az életkor igazolós cuccát, hogy igenis csak 18 évesek nézzék meg ezt a videót. Rakjuk rá videóra, ennyi és itt van, lehetne a videóban az is, hogy kiveszed a skint. Látod, neki csak ennyi kéne ahhoz, hogy elkezdje. Hogyha látta volna azt, hogy kivetted a skint, és tényleg működik az oldal, akkor már lehet, hogy tölteni is fel az anyukájának a bankkártyájával. Neki csak ennyi kellett volna. Szia szán. azt szeretném kérdezni, hogy amit keydroppon nyitok, át tudom tenni Steamre, a cségó leltáramba, és azzal játszani, amit a keydroppon nyitok. Ez a mondat ennek a mondatnak konkrétan semmi értelme nem volt, nem tudom hány éves lehet, de szerintem ő sincs 18 amúgy. Szeretem nézni a videóit, de azt azért elmondhattad volna, hogy mivel együttműködés kötöttél, nem a saját pénzedbe játszol, és valószínűleg az akuntodra plusz esélyek vannak ráadva. Nem kaptam semmi plusz esélyt, meg hát ha végignézed a videót, szerintem látod, hogy semmi meglepő és hihetetlen nyitás nem volt. Hát plusz esélyt azt tényleg nem rakhatnak rá, amúgy. Végre drop, köszönöm, Szán! Azt a kurva. Még valaki várta is ezt. Szíjetlen, Hát úgy látszik, hogy a Fortnite youtuberek azok gambling tartalomgyártók is lehetnének igazából. Semmi erkölcs. Tényleg, hogyha nem gyerekeknek gyártanák a tartalmat, akkor lesz szar, nem? Tényleg csinálják, nem érdekel. a Ruben is gyerekekkel kezdte, és most is, most meg a gamblinget. Gyerekeknek csináld a kurva Fortnite tartalmakat, és most meg gambling. Ez nagyon elrontja amúgy az embert, bazd meg. Tényleg. A jó, régen nagyon sok ilyen szaroldalt elfogadottam, ugye Jason Play is vágom. Jason Play-nél is láttam, hogy olyanokat nyitott be meg, hogy szinte lehetetlen. De azok nagyon régi dolgok voltak, de ő a mai napig is tolja szerintem. Nem tudom. De őt már nem is nézik olyan sokan. A szánt azt nagyon sokan nézik, és kurva sok gyerek nézi. Ez itt a probléma. Semmi több. Tényleg ez, ez, hogy gyerekeknek ilyen tartalmat gyártani nem kéne. 24 óra egy nomád tanyán szabó előddel. Emberek, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, ahol is itt vagyunk, egy nomád tanyát és egy 24 órás challenge t fogunk nektek csinálni, Meg 2014-ben vásárolt... Uh, GoPro hasonlásommal vették föl, amúgy, vagy ez hogy, hogy néz ki ez a videó? Ez 1440p, amúgy. Vannak feladatok, amivel szórakoztassuk magunkat. Ez, ez a legkomolyabb, hogy... Nem is, nem is értem, hogy az óra, az ki van húzva... Alapból miért Comic sense, Miért Comic sense. A 24 az miért nem itt van? Miért nem kettő sorban van? Miért, miért három sorban? A 24 az miért nem vastagon van írva, vagy ha az ura vastagon van írva? Itt olyan editing dolgok vannak, am amúgy, hogy nem is értem igazából nagyon az elődöt, hogy miért videózik, hogy ennyire nem ért hozzá. Micsoda? <laughs> Nincs. A bátyának milyen szponzora van? Haló! Benne van valahol az integráció? Hol, hol van az integráció a videóban? Tud, beszél róla a videóban, és én csak azt akarom megnézni. Tíz azért talált. Még egy szerep, megcsinálod a promóma. Most kijátszom a promókártyámat. Szükséged van pénzre, van, honnan rövidebb időn belül? Ó, ne, ez nagyon jó lesz. Még nem is ő mondja el a videóban, hanem ez a random Szóval nagyon jó lesz. Úristen, Geci, ez a szabó előtt ez meg tud lenni minden alkalommal. Szükséged van pénzre valahonnan, minél rövidebb időn belül? Én tudom a megoldást, de csak ha elmúltál 18, és nem félsz attól, hogy veszítenél pénzt. Emlékeztek, hogy szerzett előtt pénzt a Twenty Nagyon sokan írták, hogy ők is kipróbálták az oldalt. Wow! Úgy döntöttem, hogy játszom, hogy megbizonyosodjak róla, hogy lehetetlen. És 80 ezret nyertem egy találattal. Köszönöm a promóciós kódot, ez egyszerűen hihetetlen. Azt hiszem nem csak egy szép bónuszt ad, hanem hihetetlen szerencsét is. Ezek botolt kommentek, bazd meg! Ilyen idióták vagytok? Hát ezeket konkrétan a weboldalnak a tulajdonosa írta oda Google fordítóval. Hát ez ilyet nem ír ember. És őket is kiknézik? A kip gyerekek, geci. Csak 18 év alattiak néznek titeket, ember. A Csigér Alex az nem mondja amúgy a haverjainak, hogy haló, gondolkodni kéne, mielőtt kiraksz egy videót. Ez nem? Egyiknek sem jut a szép, meg. Mi a fasz? Most még egy tesztelem, hogyan is működik ez? Az igen. túl túlszárnyalta az elképzeléseim. Többet értem, mint amire számítottam. Emellett ne feledjétek, hogy az oldalon találtok élőfogadás, sportfogadás... Nem is lehet hallani a zenétől, amit mondasz, bro a videó undorítóan van megvágva, hányadék, teli belehányok a saját arcomba és lenyelem mindjárt. a és a kaszinón belül több mint 40 játék közül választhatok. Mint például ezek is. Egyébként az első regisztrációnál van egy kód bet, amit hogyha beírtok, akkor fogadni 200 euró bónusz és 150 ingyenes pörgetést. Ha kipróbálnátok, ott a link a leírásban, de szigorúan csak 18 felett. Szigorúan csak 18 felett. Hát még hogyha működne a link, akkor az király is lenne, de sajnos már nem működik a link, szóval... Igen, így látszik, hogy mennyire legit volt az oldal, hogy most már egy augusztusi videó, és októberben már nem működik a link. Tehát akkor ennyire volt legit az oldalgon, Biztosan nem húztak le egy embert sem úgy. Áh, tuti! tuti nem azért tűnt el a weboldalom, úgy mert illegálisan futott, és semmilyen ellenőrzés nem volt rajta, hogy 18 az ember, vagy nem, vagy hogy lehúzták az emberek bankkártya adatait, vagy valami nem. Ilyen tuti nem történhetett, de legalább a szabó behirdette az oldalt, ami két hónapon belül el is tűnt a picsába. Gratulálni tudok hozzá, tényleg, hogy ennyire szükség van a pénzre ezek. Ez, ez, tényleg, ezek, ez az ember egy ingyen élő, senki házi undorító, nem, hallod, nem is tudok szavakat mondani. A Mester István legalább próbálkozik azzal, amit az Alex Csigér csinál, de az Szabó az nem is próbálkozik. Hát olyan skilljei vannak, mint egy 8 évesnek, nem tudja megvágni a videót, nem látja, hogy az egyik hangsáv hangosabb, mint a másik. Vak, vagy süket, vagy mindkettő. Hogy tud egy süket néma vak ember megvágni egy videót? Így így bazd meg, hánynom kell. A grafikus dizájnhoz sem ért, unorítóan néz ki, ez is. Ékezettel sincs leírva a neve. A szponzor is szarú van megcsinálva, a videók is szarú vannak megcsinálva, etikátlan szponzorokat fogadsz el, csak kopizod másoknak a munkáját, az Alex csigét majmódod folyamatosan, Értem, hogy barátok vagytok, meg hogy láttad, hogy neki olyan jól megy a YouTube, meg minden, de attól meg nem kell ugyanazt csinálni, amit ő. Mennyi le is dolgozzá, bazd meg. Vagy csináljál tisztességesen azt, amit csinálsz, és ne ilyen plusz 18-as kaszinó faszamokat fogadjál, hogy belerakjad a videókba, amiket nyilván nem 18 éves emberek fognak megnézni. És ha már beleraktad, hogy plusz 18, akkor áll is be a videóra, hogy plusz 18 emberek érjék el, csak felnőtt emberek tudjanak rámenni a videóra. És még ott sem biztos, hogy tényleg felnőtt emberek fognak tudni rámenni, viszont legalább ellenőrzi a YouTube. Azzal, hogy bankkártyát kell megadni, vagy beküldöd a születési dátumodat. Ennyi. És tudom, hogy bankkártyát tudnak használni a nem 18 éves emberek is, de minimális ellenőrzés legalább van mögötte, az meg. Ne játszhatok ezen az oldalon, kikértem a pénzem, és egy csomó dokumentumot kértek. Többek között kértek egy fényképet a bankkártyáról, egy közüzemi számlát, lépek be a bank weboldalára, és készítsek képet, majd küldjem el nekik. Nekem ez a tapasztalatom. Nem fizetnek, csak kifogásokat keresnek. Én ma regisztráltam, nyertem 70 ezer, de nem megy a kifizetés, nincsen semmilyen regisztrációm, csak bankkártya és PayPal, de ezek nem opciók. Itt hát egy ember írta ezt, hogy nem jó az oldal, ez a 20 bet. Nem tudom, hogy ez a 20 bet.com ez egyáltalán működik-e még. Tájékozódjuk a hogy jelen honlapon közé tett mint a hírközlő hálózat útján közé adat, ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a szabályozott tevékenység felügyelet hatósága XY szám egy éves időtartamra elrendelte az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésére tiltott szerencsejáték szervezés miatt került sor. Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének jogalapja a szerencsejáték szervezésére szóló 1991. évi XY törvény második bekezdés 14. pontja. Hát, oké. Okay. Szóval, szóval, ja, Magyarországon nem is lehet elérni ezt az oldalt, mivel egy scam és ezt hirdeti nekünk a kedves szabó előtt. Utána se nézzenek, hogy ki keresik fölött. Miért a Sixronál utána nézett? Nem, nem nézett utána. Nem néz utána egyáltalán. Kap egy e-mailt, hogy ö, pénz, meg itt egy link, és akkor meglátja a pénzt, és úgy van valahogy, na, ez jó lesz, pénz! Mert az emberek úgy is megnéznek mindent. Megnéznek mindent úgyis a kisgyerekek, és majd biztos kipróbálják, mert olyan sok pénzt lehet nyerni rajta, megint mutatod, ez undorító. Tehát eddig se bírtam ezt az ember, de most teljes mértékben elásta magát a szemembe. Sima sponzival nem kapsz ugyanannyit, mint a World of warships -szál. Hát a World of Warships-szel szerintem annyi pénzt kapok, vagy még kevesebbet, mint amennyit egy gambling oldal ajánl. Tehát itt azért ezt tudni kell, hogy ezeknek a gambling oldalaknak a tőkéje az nagyon-nagyon nagy. És az, az összes ilyen influencert meg fogják keresni nyilván, mert úgy gondolják, hogy így még több pénzt tudnak keresni. Tehát rengeteg pénzük van és a rengeteg pénzt, azt, azt, ugye nehéz visszautasítani, hogyha influencer vagy. A rengeteg pénzt nem utasítod vissza, elfogadod a szponzort, és akkor utána már a nézőid is ö, megvannak, ugye? Ők is ki fogják próbálni, és mondjuk 10 néző kipróbálja, és mondjuk feltölt annyi pénzt, amennyit te kaptál, akkor az nekik már megérte, mert azok biztosan vissza fognak járni az oldalra többször is. Ez, ez a kaszinónak nagyon megéri. Ö, meg a youtubernek is nagyon megéri, mert ugye ingyen pénzt kap. Ö, ez igazából mindenkinek nagyon megéri kivéve a nézőknek. És ugye pont az lenne a lényeg a YouTube-nak, hogy a nézőknek akarunk jót, őket akarjuk szórakoztatni, és értem azt, lehet egy érv, hogy persze, de a pénz az az pont jó arra, hogy szórakoztassuk az ember, de hát a Szabó elődnek a kontentjén nem is látom azt, hogy ezt a pénzt ezt visszaforgatna akármilyen szinten is, és hogy jó lenne a videó, mert mondjuk megvette magának a Ryzen mikrofont, ugye bár, hát ö, ott is konkrétan saját magát baszta át vele, mert kétszer olyan drágán vette meg, mint amennyibe kerül a mikrofon, ráadásul még szar is, pont ennyire ért hozzá. Az élethez azért remélem egy kicsit jobban ért a Szabó előd, mert aggódom érte. Skype-on megy a szponzorokkal való kapcsolattartás, igen, ott a Skype, elég sokszor. Reméljük lélegezni azért tud. Hát gratulálok előd. Egy igazi idióta vagy, sajnálom. Sajnálom, hogy ez a véleményem, ezt így eddig nem mondtam ki amúgy videóba, de eddig is így gondoltam, viszont így, most már... Most már ez teljes mértékben ebbe bizonyosodott amúgy. Legközelebb valami x és nyomjunk már amúgy szerintem gyerekeknek, nem? Az lenne a következő. Egy pó a linkjét nem akarod belerakni esetleg a videódba előd? Hogy mit tudom én, leárazás van a p***há prémiumra nyomjátok srácok, és verjétek ki, hajrá. Ez körülbelül ugyanaz, mint amit most csináltál, csak mondom, hogyha ez kicsit szürreálisnak hangzik a számból, akkor gondolkodj azon, hogy te mit csináltál, mert az hasonló szerintem amúgy a kettő. Back to school a p*** oldalon, az lenne a legjobb, igen. Nem gondoltam, hogy ez a videó annyira fel fog baszni, de hát köszi. Geci! hogy egy minimálisat gondolkodni tudjunk, hogyha már ekkora befolyásunk van az interneten, hogy az egyik legnagyobb magyar youtubernek az egyik legjobb barátja vagy, úgyhogy amúgy a, a huga, amúgy a barátnőd, ezt, ezt, nem is értem. De ebben nem akarok belemenni, ez az ő magánéletük, de hogyha nekem egy haverom azt mondaná, hogy figyelj, most összejövök a hugoddal, az kicsit kemény lenne. Ott az, az egy kemény beszélgetés lenne. Lehet, hogy indulatok is törnének ki belőlem. Na csás kocok. most, most vágás közben vagyok itt, képzeljétek el. Itt, itt vágom a nagy videót, kőkeményem. Töltött fel az előd még egy videót, ami streamben nem néztem meg, de úgy gondoltam, hogy ezt azért itt megmutatnám. Sziasztok emberek, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, már a címből is kiderülhetett, elköltöztem. És hogy mégis hol vagyok? Itt vagyok az osztrák alpokban. Gyönyörű. Tudjátok, hogy mi kell a költözéshez? Pénz. És meg is lesz itt a pénz, már szintén itt van a 120 euró plusz 120 ingyen pörgetés, itt is ez a 20 bet első befizetési bónusz, és ha lámegyek a linkre, akkor hát semmi nem történik. Nem tudom, hogy ez, ez mit csinál a már. nem értem tényleg. Itt se tudtuk megnézni a linket, és az előző videónál sem tudtuk megnézni, de úgy látszik, hogy októberről is nyomjuk ezt az oldalt, tehát update valószínűleg nem zárta be a dolog. Vagy csak lehet, hogy azért nem jön be tényleg, mert a magyar kormány letiltotta az oldalt, és nem tudjuk megnézni az előd, az meg ugye nem Magyarországon van, tehát neki valószínűleg működik. Ebben a videóban be szeretném mutatni, hogy hol fogunk lakni erre a rövidke időre. Emellett... A .com on meg az, hogy jelenleg milyen setupot használok, milyen kamerával videózok, és mindent, ami fontos és a videózással kapcsolatos. És olyan szerencsejátékkal. Valahol itt lesz a dolog. Ah, oh, klik hír, ajaj. Nézd ott egy telefon. Te most szórakozó velem? Tényleg ott van. Azt írja rajta, hogy nyom. Nézd ott egy telefon. Te most szórakozol velem? Tényleg ott van. Azt írja rajta, Te rajta, hogy nyomd meg. Na jó, én ezeknek a dolgoknak nem tudok ellenállni, úgyhogy meg fogom nyomni. Ah, mi a szar? Ez nem lehetséges, nyertem, és csak megnyomtam egy gombot a telefonon. Látod, csak egy kattintásodba került, és már is nyertél. A Bet20 oldalán! És csak annyi a dolgotok, hogy beregisztráltok a linkemen keresztül erre az oldalra, és hogyha ez a legelső regisztrációtok, akkor 100% bónuszt fogtok kapni, 120 eurót és 120 ingyenes pörgetést. És hogyha ez a második regisztrációtok, akkor se aggódjatok, mert akkor is 100 eurót és 100 ingyenes pörgetést fogtok kapni. De ne... 50-et csak rosszul mondta, és inkább újra se vette. Annyira leszarja az egészet, hogy ha rosszul mondja, akkor is csak éri és adok egy csillagot mellé, mint hogy ez mindenki tudná, amúgy, hogy mit jelent. Mondjuk a 18 éven felülieknek tudnia kéne, de az ő nézőjéből nézem ki. Ne felejtsétek el, ez szigorúan csak plusz 18 évesek használhatják, ott is csak úgy, hogyha nem sajnáljátok azt a pénzt, amit el fogtok bukni, ha elbukjátok. Hát haza is értünk az. Hát igen. Zsöni, zsöni. De legalább elmondta, hogy 18 pluszos. Nem csak odaírta. Azt hittem, hogy elmondani nem fogja most már. Hát köszönjük előd. Nagyon jó ez a content. Köszi. Hogyha valóban 18 év feletti embereknek szánjátok ezeket a promóciókat, akkor miért úgy adjátok elő, mint hogyha egy 6 éves szeretnétek megfogni a videóval? Aztán ott van egy telefon. Úristen, hát én nem tudok ellenállni, most meg kell nyomnom a gombot. Miért? Miért nem tudjátok csak azt mondani, hogy figyeljetek, kaptam egy ilyen szponzorációt, felnőttek, ez szólok. Most, aki nem felnőtt, az ezt a részét a videónak. Itt van ez az oldal, itt kell regisztrálni, ezek a lehetőségek, ezek a bónuszok, ennyi. Ezt így korrekten tudod mondani. Ezt a Sun is meg tudta csinálni, meg a Zeki is meg tudta csinálni a videóm elején. Uh, pedig ők konkrétan tényleg egy Fortnite youtuberek. Ugye a Szán egy Csékós Gambling oldalán volt, ami egy tényleg olyan oldal, amit valsz, hogy gyerekeket céloz meg. Az, amit viszont te hirdetsz a 20 bet, mert amit az Eki hirdetett, az nem gyerekeket céloz meg, és a, az az korrektan le tudta kezelni ezt az egészet viszonylag. Tehát ő megmondta, hogy aki nem 18, ez tekerje a videót, és ennyi. Nem próbálta meg még húkolni a gyerekeket azzal, hogy úristen, ez olyan jó, hát ajajaj, ajaj, így pörög, úgy pörög, nem volt semmi ilyesmi. Ez sokkal, de sokkal többet várnék el az előttől meg uh, az összes ilyen youtubertől, aki tényleg gyerekeknek gyártja a tartalmat, hogy egyszerűen csak ne fogadjunk el ilyen, tart, ilyen szponzorációkat. Ne fogadjuk el. Ennyi. Annyi más szponzor lehetőség van tényleg. Rengeteg szponzor lehetőség van, rengeteg lehetőség van arra, hogy bevételt szerezze a YouTube-ból, meg a Twitch-ből. Nem hiszem, hogy a szerencsejáték az egy ilyen elfogadott dolog kéne legyen. Nem hiszem, hogy ezt normalizálnunk kéne a youtuberek körében, mert már most is újságosan normalizálva van. Én is elkövettem ezt a hibát, hogy elfogadtam, de én nem úgy hirdettem, hogy úristen, gyertek ezen játszani, hanem csak éjjel él, nyomtam streambe. Ami valaki szerint hiba volt, lehet, hogy hiba volt, de én nem húkoltam senkit, nem akartam mondani senkinek azt, hogy ez, ezen nyomja el az összes pénzét. És amúgy nyilván ezek az emberek sem ezt mondják, csak én nem aktívan hirdetem ezeket videóban, mert tudom, hogy gyerekek is nézik a videóimat, és nem biztos, hogy fel fogják fogni azt, hogy én azt mondom, hogy ne játszanak rajta, és lehet, hogy ugyanúgy ki fogják próbálni. Ezért is ezt YouTube-on hirdetni szerintem a legnagyobb fasság. És amúgy a YouTube szabályait tiltják is, ezt csak így halkan mondanám. Most az, hogy Twitch-en valaki játszik, 20-30 nézőnek, az még szerintem egy elfogadható a dolog, vagy hogyha még több száz nézőnek is játszol, de hogyha már YouTube-ra rakod ki, az folyamatosan be fogja dobálni az, azoknak a nézőknek, akik alapból nem ezt a tartalmadat fogyasztják, és ja, az, az sokkal károsabb lehet. Neked pedig nyilván sokkal jobb lát, mert sokkal több ember fog regisztrálni és játszani a pénzével. Hát ja, le kell vonni a következtetéseket. Jöhetnek a kommentek, hogy én is egy nagyon szar süttyú ember vagyok, mert ezt megcsináltam, de én próbáltam transzparens lenni a nézőimmel, és mivel az én közösségem, amikor ezt csináltam, akkor még elég kicsi volt, úgy éreztem, hogy készen állnak erre az egész dologra. Mert konkrétan egy full családi stream volt, ott voltunk, Discordon beszélgettünk, és közben pörögtek ezek a szarok. Uh, nyilvánvaló volt, hogy én csak a kaszinó pénzét szerettem volna elvenni, és nem az emberek pénzét. Tehát uh, tudtommal senki nem regisztrált az én linkemben, vagy ha regisztráltak, és akkor nem játszottak, nem írt nekem senki, és a statisztikák sem ezt jelentették. Szóval, ja, de ezért már megkaptam a kritikát másoktól. Ennyi, srácok, ennyi. Most már nem csinálnék ilyet, és javaslom a többi youtube youtubernek, hogy ne, ne is csináljanak ilyet, mert nem jó. Az az ember, akinek már befutott a karrierje, annak szerintem felesleges még pluszban ezeket a szponzorokat is elfogadnia, mert már amúgy is rengeteg pénzük van. Tényleg ez, ez felesleges, de csináljátok úgy, hogy érzitek, nem szóltok bele, viszont véleményem az lehet róla. Szóval, ja, ez az volt. Köszi szépen. Cső. Na jó, én ezeknek a dolgoknak nem tudok ellenállni, úgyhogy meg fogom nyomni. Szia manin, ha elfogyott a manit Csak szóljád, a százat Majd amit lesz, majd elszórjád De ami, a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be Kicsit hamis, te vagy a legjobb Az egész kerületben